Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból. Ez korlátoz téged, vagy korlátoz őt. Itt vannak bizonytalanságok, vagy te vagy óvatos, félsz attól, hogy valaki megbánt téged, vagy ő visszahúzódó, óvatos, mert fél attól, hogy itt újra lesznek ilyen sebzett emlékek. Igen, itt vannak még kihívások, küzdelmek, de nem csak másokkal, hanem magaddal szemben, vagy ő most visszahúzódó, és nála van ez a belső kihívás. Hogy minden a feje tetejére állt, itt látható ezen a képen, úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól, vagy nála van ez a helyzet, viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor egészen más kép látható, hiszen megvan ez az elegáns tartás. Azon kívül itt a fejénél látható ez a fény, ez utal az isteni hatalomra, a hitére, de a jó ötletekre, gondolatokra is. Vagy nála van így ez, vagy nálad. Ő most odafigyel az anyagiakra, megáll egy pillanatra, rendezi ezeket a dolgokat, ez lehet egy munkahelyi változás is, vagy elgondolkozik azon, ki és mi értékes számára. Itt még kicsit vacillál, tegyem vagy ne tegyem, itt pénzről van szó, hivatásáról van szó, itt választások előtt áll, vagy jelenteti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, de nem tudja azt, hogy tudna ezt közölni veled. Te hamarosan kisüt a nap, és itt kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit, lesz egy új kezdet, itt lesznek sikerek. Igen, itt is látható egy új kezdet, de itt még vannak nehézségek, mert vagy te cipelsz sok minden, sok a munkád, fáradt vagy, vagy ő cipel bizonyos dolgokat, ezek lehetnek emlékek, érzelmek is, tehát át kellene tenni magát ezen a kerítésen, átmászni ezen, és elbúcsúzni a félelmektől, meg a bizonytalanságoktól. Itt látható az igazság, de ez mutat gyakran igazságtalanságokat is, hogy így bántak veled, vagy vele. Az is lehet, hogy benne van ő most egy ilyen bírósági ügyben, és itt még rendezni kell a dolgokat, de kiderül a valóság. Ügyelj az érzelmeidre, hallgass a belső hangodra, itt megvan ez a forrás, az intuíció, az inspiráció. Ez szerencsét hoz a szerelmi élet területén, hiszen átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami utal az ő érzelmeire, kimutatja az érzelmeit, és itt ez a mérleg szimbolizálja gyakran a párkapcsolatot. Itt meg lesz belső egyhang és az egyensúly, ez a vacillálás elmúlik, és itt van a siker és egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!